A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket! Február 2-a és 4-e között 3 napon keresztül dokumentumfilmeket láthat a közönség itt Székesfehérváron. Vendégem a stúdióban Ficsóri Erika újságíró, a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál fehérvári vezetője. Üdvözöllek és üdvözlöm a tévénézőket is. Köszöntelek itt a stúdióban. Nagyon érdekes lesz ez a néhány nap, ugye február 2-a és 4-e remélem között. Több filmet is láthat a közönség. Egészen pontosan milyen filmek ezek? Mi is ez a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál? A Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivált 10 évvel ezelőtt hívta életre Sós Ágnes. Ő Balázs Béla díjas dokumentumfilm rendező, és az ő ötlete nyomán indult el, és olyan sikere volt Budapesten, hogy azt gondolták a főszervezők, hogy ne csak Budapest központú legyen, hanem más megyei jogú városokban is lehessen ezeket az alkotásokat megnézni. Mindegyik nívós, Oscar-díjas rendezőktől, Oscar-díjra jelölt filmekről van szó, és már 10 éven keresztül úgy az idén is. Fehérvár első alkalommal csatlakozott, 10-ként a fesztiválhoz. Debrecen, csak egy párost mondok, Debrecen, Veszprém, Szombathely, Szeged, Eger, nem akarom felsorolni, mint Fehérváron kívül a 9 várost. Ők már régebben csatlakoztak az eseményhez, mi első ízben, ezért is van az, hogy csak 6 filmet mertem Fehérvára hozni, hiszen ki kell próbálni, hogy mi fehérváriak, mennyire vagyunk vevők egyáltalán a dokumentumfilmekre, mert még nem volt példa arra, hogy ilyen jellegű eseményt szervezzünk a városban. Miért volt olyan fontos, hogy megmutassuk a dokumentumfilmeket a közönségnek? Én azt gondolom, hogy a dokumentumfilm egy kicsit mostoha testvér. Elmegyünk a moziba, megnézzük a különböző akciófilmektől kezdve, tisztelet a kivételnek, de ahogy látjuk a statisztikákat, és ahogy látjuk a mozi látogatottságot, és dokumentumfilm, tehát úgy elhúzzák az emberek a szájukat, hogy dokumentumfilm, most én erre elmenjek, és megnézzem. És azt kell mondanom, hogy igen, most egy picit hagyd térjek magamra, és biztos, hogy nagyon sokan vannak így. Úgy választunk filmet, főleg, hogyha otthon vagyunk, hogy milyen állapotban, milyen lelki állapotban vagyunk. Nálam van ez a nézek ki a fejemből, és hogy mindenki hagyjon békén, és csak nézem a képkockákat, vagy van olyan, hogy szórakoztasson, és a harmadik, hogy igényem van arra, hogy adjon valami pluszt, elgondolkodtasson az a film, tudjak utána mókolni magamban, vagy akivel nézem a filmet. És így volt ez a dokumentumfilmekkel is, amiket ki kellett választanom, hogy mind a 3 féle állapotban voltam. És visszamegyek arra az állapotra, amikor nézek ki a fejemből, és az van, hogy hú, határidő, most már meg kell nézem, 6. ha szakad, és akkor elkezdtem nézni. És azon vettem észre magam, hogy egyszerűen már kizárom a környezetet magam körül, és már teljes mértékben ott vagyok, már én ott vagyok a filmben, és teljesen leköt, amit vetít nekem a filmkocka. Tehát persze nagyon jó lenne, nagyon-nagyon sokan megnéznék, de teljesen mindegy, hogy az ember milyen állapotban van. Ezek a dokumentumfilmek teljesen föltöltik az embert, és úgy jön ki a végén a moziból, hogy
Hú, azt a mindenét, ez igenis feltöltődik, és pluszt kap, tehát úgy megy haza, hogy ez egy kellemes este volt, vagy kellemes délután volt, mert ugye 6 filmet vetítünk naponta 2-szer, délután is, és este. Ugye mondtad most is, hogy 6 film kerül majd vetítésre, február 2-a és 4-e között. 3-at, ha jól tudom, akkor javasoltak, tehát hogy mi kerüljön, és 3-at te választottál. Igen. Melyik volt a 3, és melyik volt a másik 3, amit te... Amit javasoltak, és mindenhol megy, tehát Budapesten kívül mind a 10 városban, a Harcban, a Kiáltvány a gyerekekért, és bocsánat, most puskáznom kell, ne haragudj. És a harmadik pedig ugye a manifesto, ez a kiáltvány a gyerekekért, a Gúspangi rejtét, azt én választottam, amit még ők ajánlottak, amíg még nézhetjük, ez a harmadik, és amit én választottam, az előbb említett Gúspangi rejtély, a La Singla Flamengo királynő rejtéje, és a Mi kis hazai pályánk. Vannak kis bejátszók, kis előzetesek ezekről a filmekről. Igen. Most a legelsőt nézzük meg, a La Singlát, a flamenco királynőjét. Rendben. La primera vez que vi bailar Antonia Singla fue en unas imágenes antiguas colgadas en internet. No había visto a nadie antes bailar así. Por eso me resulta tan extraño no haber oído nunca antes hablar de La Singla. Yo no he escuchado ese nombre en mi vida. Ni yo. Con la edad que tengo es la primera vez que lo escucho. Estos campos. Campos. Flores. María Ángeles, ¿entonces La Singla también era sordomuda? Sordomuda no. Los sordomudos no existen. ¿Ah, no? Somos tordos. Antonia Singla nació a finales de los años 40 en el Somorrostro, un barrio de barracas en la playa de Barcelona. Y allí creció junto a su familia y sus animales, a los que adoraba. Al haber quedado sorda al poco de nacer, tampoco aprendió a hablar, así que sus vecinos la apodaron La Mua. La Singla era una niña encantadora, que le gustaba jugar como a los niños, que siempre estaba contenta, siempre estaba dispuesta, todo le parecía bien y disfrutaba. Y pensábamos, Dios mío, esta criatura, con el problema que tiene, porque es sorda, ¿cómo es posible que baile con baile? La historia de La Singla comienza en silencio. Con 9 o 10 años la niña no puede hablar y le dice a su madre por gesto que tiene hambre. La madre la lleva a un bar en Barcelona que se llama Los Jamones. Rosa le dice a su hija, ¿tienes hambre? Entonces baila. Al no poder oír, observa la mano del guitarrista y así no pierde el compás. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Colita, hay una pregunta que yo me repito mucho, que es que fue de La Singla. De repente se presentó un personaje oscuro en nuestra vida y en la suya, que fue su padre. Los archivos de Banega documentan los años dorados de La Singla. Todos los vinilos, recortes de prensa, catálogos de festivales, me dan por primera vez una dimensión del impacto que La Singla tuvo en aquella época. Y en Alemania la prensa la proclama la mejor bailadora del mundo. La Singla, die Zigeunerin aus den Slums von Barcelona. Wer sie kennt, nennt sie die beste Flamenco-Tänzerin der Welt. Ich war schon zweimal bei La Singla und mir hat es sehr gut gefallen. Vor allem, dass sie sehr ursprünglich ist. Pero de repente, no hay documentos, no hay datos. ¿Dónde podría encontrar a La Singla? ¿Y usted tiene algo que ver con una bailadora de flamenco que se llama Antonia Singla? Por supuesto, mi hermana. ¿Aún sigue viva? ¿Nerviosa? Pues sí, un poquillo, la verdad. Hola, mamá. Mira, te presento a Elena. Serrana. Que
mikor fogom tudni akkor tényleg megnézni ezt a dokumentumfilmet, mert annyira, annyira igen, felkeltette már igen, az előzetes az embernek igen, a figyelmét. Igen. Úgyhogy nagyon jó, hogy beválogattad ezt a filmet. Miről is szól ez a film akkor? Ahogy a kedves nézők is látták, Antonio Szingláról szól. Ő 17 évesen forradalmasította a flamengo táncvilágát, a flamengo életérzést. Barcelonai cigány családból származott, születése után agyhártyagyulladást kapott, és ezáltal a betegség által megsüketült. És ugye föltehetjük a kérdést, hogy hogyan lehet úgy táncolni, mert hát a zenét azt hallani kell, mert a ritmus, hogy süketen hogy tud táncolni. Na már most ez a kislány, akkor még kislány, a tükör előtt táncolt, és toporzékolt, és ütötte a lábát, hogy legalább a vibrációt érezze, mert nagyon tetszett neki a szüleivel, főleg az édesanyjával, ilyen klubokba elmentek, és ott látta, hogy táncolnak a bácsik, nénik, és ő is nagyon szerette volna ezt művelni. És 17 éves korára honosította meg, vagyis forradalmasította, ahogy az előbb is mondtam, és a művészvilág teljesen felfigyelt rá, a pályája egészen 30 éves koráig ívelt, és olyanok vették körül, mint Dali, mint Picasso, ő meg is szoborálta, verseket írtak hozzá. No, nem azért, mert szerelmesek voltak Antonio Szinglába, hanem egyszerűen lenyűgözte őket a táncművészete. És 30 évesen egyszer csak eltűnt a színről, senki nem tudott semmit. És 50 évvel később egy fiatal hölgy egy archívumban talált rá La Singlára, és hát ugyanúgy, mint téged és engem, meg remélem, hogy a nézőket is lenyűgözte a táncművészete, és elkezdett nyomozni, hogy mi lett vele, éle még, ha él, akkor hol van, született-e gyereke, mi történt vele, és a film arról szól, hogy nem fogok spoilerezni, mindenki nézze meg, de nagyon érdekes végkifejlete van. Egyszer megkérdezték La Singlától, hogy mégis hogyan tud táncolni, úgyhogy nem hallja a zenét, és mondta, hogy egyrészt nézi a gitárosnak a kezét, másrészt pedig ilyenkor táncolja ki a dühét. Ezért is mondják azt, hogy a flamengo a dütánca. Nem tudom, van-e még arra időnk, hogy egy személyes dolgot mondjak. Volt szerencsém novemberben Granadában járni, és Granada a flamenco táncművészet egyik hazája. És már ezt a filmet láttam, és mivel beleszerelmesedtem, mondtam, hogy én élőben szeretnék megnézni egy flamenco táncestet, és nem messze ültem a színpadtól, vagyis ültünk a színpadtól. És egy férfi és egy nő táncolt, magányos tánca a flamenco, ritkán táncolnak párban. És ahogy láttam a teljesen közelről nem csak a mozdulatokat, hanem az arc mimikát, és tényleg, tehát rájöttem, hogy valóban, tehát a flamenco az a dűtánca. És a fehérváriak láthatnak élőben flamenco táncot a megnyitó keretében, ami február 2-án lesz, és Lerner Zsolt alpolgármester, illetve dr. Vizi László, a Kodolányi János Egyetem megbízott igazgatója fogja megnyitni, és közben működik Pirog Zsófi, pontosan a vetítés előtt táncol nekünk, világhírű, ha nem is világhírű, de Európa hírű flamenco táncművész, és vele is beszélgetünk a film után erről az egészről. Igen, hiszen az összes filmhez ugye van egy kis kísérő rendezvény, ami van. Beszélgetések és hát táncból is. Igen. És a másik, minden filmnek van egy szakértője és egy film nagykövete. És itt a szakértő a Pirog Zsófi flamenco táncművész, és a film nagykövet pedig Radonovics Ivett modern táncos táncoktató ennél a filmnél. Ugye február 2-án láthatjuk ezt a filmet, uh-huh. És még ha jól tudom, akkor aznap megnézhetjük, amíg még nézhetjük pont igen, ez a cím ennek a filmnek. Igen. Ez a bejátszás. A következik. Rendben. आज जो चैनलों में हो रहा है
वो पत्रकारिता नहीं है। सबका कंटेंट एक सा होता जा रहा है। इतना बड़ा खबर हो गया, आप देख लीजिए कहीं चला रहे हो तो। हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करता है, घर में घुसकर मारेंगे तुझे। जब भी सूचना गायब हो जाएगी तब भाषा में हिंसा ही आएगी। रवि कुमार, आई वार्न यू, अभी समय है, गलत रास्ता छोड़ दो। एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में अधमरा नागरिक पैदा करता है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। देश को तोड़ने की बात करते हैं हम, ये बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। न्यूज चैनलों के जरिए जहर आपके बीच खोला जा रहा है, पूछने वाले को देशद्रोही बताया जाता है। वो फॉलो कर रहा था, देश से फॉलो कर रहा था। क्या आप मेरे साथ गाना चाहेंगे? सारे जहां से उस सुवर रवीश कुमार को मैं चेतावनी देता हूँ। आपको ऐसा हिंदुस्तान चाहिए था? मुझे छोड़ देना चाहिए। सर, सरकारें जैसे ही बताएगी वैसे ही खबरें करनी है। हम भी यही सोच रहे हैं। दुनिया का एक देश बता दीजिए जहां के टीवी पर इतनी नफरत हो। ही इज एंटी नेशनल। कौन है देशद्रोही यहां पर? इस देश में कोई देशद्रोही नहीं है। हम जब भी चुप रहेंगे सत्य से भागते हुए रहेंगे। Nagyon jók ezek az előzetesek, mert tényleg az emberek felkeltik az érdeklődését teljesen. Miről szól ez a, ami megnézhetjük? Ez, mint tudjuk, a tényeken alapuló újságírás világszerte nagy nehézségekkel küzd. Azért jók ezek a dokumentumfilmek, mert nem színészek játsszák, hanem maga az ember. Például, akit láttunk most, ő az NDTV felelős riportere és vezető riportere, ez az NDTV indiai TV, és Ravish Kumarnak hívják. Ő hosszú éveken keresztül a tárgyilagos újságírás híve, és nem akar részre hajló lenni, de ezt ő nem teheti meg ott Indiában, és hiába próbál középen maradni, különböző jelzőkkel ihletik, sőt, különböző fenyegetéseket kap, már nem csak ő, hanem a családja is, de a végsőkig kitart, és a csatorna is. És nagyon érdekes, hogy ő volt az utolsó, aki az NDTV-től elment, tehát senki nem bírta már idegekkel az egész helyzetet. Működik az NDTV Delhiben, Ravish Kumar is létezik és van, de ő is abba hagyta, 2022. november 30-án lépett ki a televízió kapuján. A felesége Delhiben, a Delhi Egyetemen tanít, és két kislánya van. Természetesen itt is van szakértő és filmnagykövet, a szakértő Regős Dóra, a Fehérvár Média Centrum főszerkesztője, és a filmnagykövet pedig Nagy Judit, egyetemi oktató, a Szabad Színház művészeti vezetője. Mennyire hasznosak egyébként ezek a dokumentumfilmek? Megmondom neked pontosan, amíg még nézhetjük, ez 92 perces, ez hosszú. Például a La Singla, azt is megmondom neked pontosan, az is 95 perces, de van például 1 órás, tehát 60 perces dokumentumfilm is. Akkor már így a másodikát nagyjából akkor így meg is néztük, meg át is beszéltük, és akkor átérhetünk most már harmadikára, szombatra. Így van. Akkor így lesz van. Még egy nagyon, szerintem nagyon jónak tűnő dokumentumfilm, ez a Kiáltvány a gyerekekért. Ennek a bejátszóját fogjuk most megnézni. Rendben. Доброе утро, страна. Сейчас у нас за окном 7:10, и пора вставать, собираться в школу. Я так не хочу. Блин, я на кошечку наступила. Утро начинается нормально.
наступила на кошачий корм. Еще что-нибудь потом не так пойдет. Сейчас 8:10. Я немножко опаздываю. Я должна быть в школе в 8:15. Весна наступила. 2 марта. Я иду в школу. Господи, ё-моё. Подписчики, что случилось? Что происходит, пацаны? Не стрёмно уже. У меня снова предчувствие плохое. Это сигнал включения, потому что у нас началась ядерная война. Вы послушайте. Мы все умрем. Ez volt az előzetes, ami így nagyon sokkolt engem, amikor először megnéztem. Igen, engem ültem, is. Engem is. Szeretném nyilván megnézni, de hogy sokkolt. Miről szól ez a manifesto? Ez ugye a gyerekek a jövőnk, és vigyáznunk kell a jövőnkre és a gyerekeinkre. A film rendezője 21. században készült, különböző közösségi médiákból összeszerkesztett kis filmeket rakott össze, és ebből áll ez a film. Oroszországi gyerekekről van szó, akik, amint láthattuk is, a felkelésüktől kezdve az iskolába menetelig, az evakuáláson át, az egymás közötti beszélgetéseket, ugye mindent tesznek föl a közösségi médiára, ami borzasztó, tehát nem is tudok szavakat találni. Ilyenkor szoktam mondani, hogy jaj, de jó, hogy az én gyerekeim már nagyok. Nem irigylem azokat a szülőket, akiknek tinédzser vagy nem sokára tinédzser korúak lesznek a gyerekei. Tehát erről szól. Én ajánlom nem csak a felnőtteknek, hanem ezt a diákoknak is, hiszen egy tükörképet mutat. Tehát, hogyha látjuk a film kockát, hogy úristen, én is ezt művelem, úristen, ő is azt műveli, akkor talán egy kicsit meg tudunk állni, és visszább tudjuk szorítani ezt az őrületet, hogy mindent teszünk föl magunkról és másokról is a különböző közösségi média felületeire. Ezzel a filmmel kapcsolatban ki lesz a beszélgető társ, és ki a szakértő? Mondom, itt pszichológus is lesz a film után, mégpedig Bicó Móricz Tünde, okleveles pszichológus, alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus és viselkedésterapeuta. A film nagykövet pedig Gelegonya Erika, ifjúság és sportkócs, a Dávid Kornél Kosár Akadémia mentáltrénere lesz, tehát vele fogunk beszélgetni, velük fogunk beszélgetni a film után. És akkor harmadikán szombaton még egy film lesz, ez a Gúspangi rejtély, amit szintén te, ugye te válogattad. Igen, ezt én válogattam be, igen. Ennek igen. A bejátszóját nézzük meg most. Ez egy dokumentárfilm skapade Maria Fredriksson. Min syster och Ari har upplevt ett mirakel som vi gärna vill få kalla till dem. Jag hade ju sett en annons på en lägenhet och kom in där för att skriva under här köpekontrakten. Och hon säljer den, hon satt där. Det känns ut som min avdöde syster som sitter bredvid mig precis nu. Är det möjligt? Lever hon? Ole, når er du født? Herregud. Holita ble også født på den datoen. Det var et mirakel. For du er tvilling. Så ble det sagt at dette må aldri bli fortalt. Vet du hva jeg tenker? Nei. Jeg tenker at de blitt skitredd for et eller annet. Løgn på løgn på løgn på løgn.
det skulle jo være så positivt. Vi hadde fått en ny syster. Hun var, altså, alt var jo bare glede. Jeg overbevist om at, ja, at hun lite drept. Hát ez is nagyon érdekes dokumentumfilmnek ígérkezik. Igen, miről igen. szól? Hát mondhatjuk azt is, hogy dokumentumfilm krimi, tettesek nélkül. Arról szól, hogy egy testvérpár már idősödnek, és szeretnének közelebb költözni egymáshoz. Egyébként ez egy svéd film, és meg is találják a testvérnek az álmai otthonát, és megdöbbenve nézik, hogy szerződés kötéskor, hogy akik vele szembe ülnek, az teljesen úgy néz ki, mint 30 évvel ezelőtt meghalt testvérük, aki öngyilkosságot követett el, és döbbenten néznek egymásra. A film a család egyesítéssel kezdődik, de közben Pandora szelencéje kinyílik, és fölfordul a világ, a három nőnek kicsúszik a lába alul a talaj, a kezük közül az életük vezetése. Nagyon-nagyon érdekes. Természetesen a filmből kiderül, hogy valóban az a hölgye a testvérük, valóban öngyilkosságban halt-e meg a testvérük, vagy megölték, vagy egyszerűen él, és hirtelen ott áll előttük, vagy ott ül előttük a harmadik testvérük. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes ez a film is. Itt is vannak természetesen szakértők, mégpedig Tomek Noémi, Theta Healing coach, és hát tudjuk, hogy ő nagyon nagy színvonalon műveli a Theta Healinget, és Závodszky Noémi, a Vörösmarty Színház művésznője. Mind a kettő spirituális alkat, család állítással is foglalkoznak, tehát nagyon érdekes lesz ez a beszélgetés is. Akkor ez a két film ugye lesz szombaton, és akkor igen. átérünk már a vasárnapra. Az egyik film az a Mi kis hazai pályánk, ezt is igen. te választottad, de ennek a bejátszója következik. Igen, rendben. Það eitt sem rosalegur kostur að búa svona út á landi. Að þegar maður labbaði á æfingu með boltapokan á bækinu, sko, byrjaði strax að finna einhver tún. Sko. Og þannig fór það að við fórum að hugsa það sko, að gera völl. Við ætluðum að taka þátt í byggakennið. Við draugum ekki út í leikmaður. Það við þurfum að spara þig grindangur að spila helvítis leikilmaður. Svolítið sérstætt að fara að spila við golfklubb. Ég verð alveg viðkenna það. En hérna... Svo fór sem fór. Hvernig fór? Það fór 10-0 fyrir þeim. Ég held sko að pabbi hafi bara byrjað að hata fótbolta eftir hennar leik. Ég nenni þeir sem horfa á hún, hann veist aldrei gerast þetta. 0-0 leikinn, halló. Hvað? Hver nennir að horfa þetta? Það er 10-0 leik, þeir eru skemmtilegir. Mér langar að gera þetta fyrir pabba minn. Mér langar að láta hennan draum rætast. Skap, breiði, völdurinn, sko. Ég er að skrá hérna liðið í byggarinn, sko. Þetta er bara 50-50, sko. Dæmi, sko. Bara 50-50, hvort við fáum heimaleikinn eða ekki. Haukaspirna! Hversu mörg myndir að fá að þig? Á morgun. Það er hvað svona einstar bilni 10-20 mörg, sko. Fengu allir að koma inn á, það er Viðar Gylfason, allir fá að vera með. Rými fyrir bætingu er tölum, allt undir 10 er skrefið rétt átt. Við erum að reyna að búa til lið úr efnivið sem eru menn sem að margir hverjir hafa ekkert verið að gera í mörg ár. Við erum að reyna að vera með, hérna, Freydís í liðinu, hún er að æfa. Já, auðvitað. Ég veit að ég er ólögleg, því að stelpur mig ekki spila með strákum. Þá verð ég að segja nei, ég er ekki að tapa fyrir okkur leiknum. Hey!
gera. Tekur hana með, hún bara sjúkra þjálfari þangað til hún búin að tala við þjálfara. Í liðinu. Svo ef við erum að tapa leiknum, þá setjum við hann inn á og kærum hann svo eftir. Getur það ekki? Kærum hann og rólegur leikmaður hjá okkur í liðinu. Já, þú getur það ekki. Kifejezetten szórakoztatónak tűnik ez az utolsó, amit, igen, most láttunk. Igen, ez kimondottan szórakoztató film, viszont nagyon sok a mondani valója a közösségépítésről, a csapatépítésről, a közösség erejéről. Izlandi filmről van szó, és egy 396 fő lelkes kis halász falu, 20 évvel ezelőtti foci csapat edzője kitalálta, hogy a láva folyam területén nekik legyen egy olyan focipályájuk, ami megfelel a nemzetközi normáknak, és ők tudnak különböző nemzetközi meccseket lebonyolítani. És a falu apraja nagyja el is készítette a pályát, füvesítettek, vödörben vitték a földeket, csak hogy senki nem használta a pályát, mert elment a csapatnak a kedve a játéktól, hiszen idegenben csúnyán, de nagyon csúnyán kikaptak. És az edző nem akart már egyáltalán a focival foglalkozni, szólj, hogyha ha idő van, és hagyjam abba, vagy rövidítsem le a történetet, le is rövidítem. A vereség után 20 évvel a fia agyából kipattant, hogy ő bizony nem engedi azt, hogy az ő édesapja úgy halljon meg, hogy nem tudnak együtt nézni foci meccset, nem tudnak elmenni egy mérkőzésre, hanem igen, felújítják a pályát, és meghívják azt a csapatot, akiktől 20 évvel ezelőtt nagyon csúnyán kikaptak. El is kezdi a szervezést, csak hát ugye 20 év eltelt, és sörös hassal már nagyon nehéz focizni, de a film erről szól, hogy mégis hogy sikerül odacsábítani a csapatot, és hogy megverik-e őket, vagy ők győznek, tehát ez kiderül, igen. Itt kik lesznek a vendégek? Mondom, Horog László sportújságíró, ő lesz a szakértő, és a film nagykövet pedig Takács Péter, a Hondi-Szondi esetriatlon szakosztályvezetője. És akkor vasárnap a filmek sorát majd a Harcman című film fogja zárni, amihez nincsen nekünk most bejátszónk, ezt sajnos nem kaptuk meg, de egy pár szóban légy szíves, mutasd. Igen, mert nincs is még trélere, hiszen az utolsó pillanatban készült el a film, ezt a filmet Oscar-díjra is és jelölték. Mi is az utolsó pillanatban kaptuk meg az alkotást, és hát tulajdonképpen arról szól az ukrán külügyminiszterről, aki még most is hivatalában van, Dmytro Kulebáról és a kormányzat más kulcsfiguráiról. A film az ukrán kormány működésébe testközelből avatja be a nézőt, és hogy a teljes káosz és a bizonytalanság közepette mit lehet tenni a diplomácia eszközeivel, és mit tehet egy kormánytag a harcvonal mögött az ott élő emberekért, és egyáltalán mit jelent háborút viselni korunk világában. Itt egyetlen egy emberrel fogunk beszélgetni, Balog Emesével, ő Londonból érkezik, és az ACN, ez egy alapítvány, a sajtótitkára és Ukrajna tudósító, ő nem rég járt Ukrajnában, két hetet töltött ott, és vele fogunk beszélgetni, hogy mit látott, és mit hallott az ott élő emberektől. Hol lehet majd jegyeket venni? Ha jól tudom, akkor már jegyek értékesítése az már elkezdődött. Már online felületen is lehet venni, a Cinema City online felületein már lehet jegyet vásárolni. Hát az látszik ezekből a bejátszókból is, és tényleg ezekből az előzetesekből, hogy nagyon színes palettát hoztok el ide, vagy igen hozzá a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál és te ide Székesfehérvárra. Szerintem érdemes lesz megnézni ezeket a filmeket. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, február 2-a és 4-e között, tehát 3 napon keresztül nemzetközi dokumentumfilmeket nézhetnek itt Székesfehérváron. A jegyeket már értékesítik. Ha szeretnének jó dokumentumfilmeket megtekinteni, akkor menjenek és nézzék meg ezeket a filmeket. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.